érzés ezt a serveget magas webelni. Így van, így, ahogy mondom, főleg ilyen sok szurkoló, hogy elkísért minket, nagyon jó érzés volt tényleg ilyen hangulatot játszani itt Kanizsán. Lényeg, hogy győztünk. Így igaz, egy újabb BL ellenfelettel győztünk, de ugye egy hete a Zágrábot, most pedig a Krisztián Stadot, ez erőt adhat? Így van, ugye ezt beszéltük, hogy a Zágrábot is le tudtunk győzni, és a Krisztián Stadot is le tudtuk így győzni. Nyilván minden meccs más, de ez egy jó kiindulási pont nekünk. Átalakult ez a svéd csapat, de kellemetlen ellenfél, hihetetlen gyorsak, rengeteget futnak. Így van, nagyon sok fiatal játszik itt nálunk, nagyon erősek, nagyon gyors kézilabdát játszanak. Úgy gondolom, hogy a másik félidőre fel tudtuk venni a ritmust, szépen fel tudtuk őket darálni, és lényeg, hogy győztünk. Sült a kezed, jöttek a bodóbombák, felszisszentek a nézők, hál' Istennek. Igen, próbálkozok, egy kicsit sok volt még a kapufa, de remélem, hogy a védre most már teljesen rá is nem lesz egy kapufa, de lényeg az, hogy jó tempót mentünk, és tényleg örülök, hogy nyertünk. Két meccset játszottatok, mennyire voltatok frissek, hiszen rengeteg edzés, rengeteg edzőmeccs, és meccs volt a hátatok mögött. Tegnap nagyon fáradtnak éreztem magam, nagyon rossz volt ilyenkor játszani ilyen későn. Hál' Istennek egy kicsit lassabban, de be tudtuk darálni a Nexét, és ma pedig egy nagyon jó tempót játszottunk, én úgy gondolom. Jön két bajnoki, az sem lesz könnyű, hiszen egymás után két napon kell eljátszani. Nem, ugye ma meg holnap pihenünk, kedden már két edzés videó, szerdán kezdődik a bajnokság, nagyon várjuk már, úgyhogy gyertek és szurkoljatok nekünk.